Sziasztok! Üdvözöllek titeket egy újabb heti vlogban. Holnap már kezdődik nekem a suli, és onnantól kezdve a suliban minden nap vlogolni fogok, hogy ti is betekintést nyerhessetek abba, hogy milyen is egy francia cserediák egy hete. Szóval a videó további részében ezt láthatjátok. Ez az outfitem. Szóval egy sima csíkos póló van rajtam, egy ilyen mom jeans-el, és ehhez valószínűleg még a bőrcsekimet fogom felvenni. Aztán feldobok valami kis sminket. Amiket a sulira kaptam, azt így egybe odaadták, szóval még én sem nagyon tudom, hogy mik vannak benne, viszont amit elmagyaráztak az az, hogy van ilyen tömb, amit kapok, ez egy tömb lap, 500 darab van benne, és ebből egy párat kell magammal vinnem. Ehhez nagyon rendesek, mert adtak külön ilyen kis tároló mappákat. Ezekből több szín is van. Istenem, de jó! Tudjátok, hogy nagyon imádom az ilyen sulis cuccokat. És amikor jegyzetelek, akkor ebbe a mappába kell azt beleraknom. És ugye több szín is van benne, és ide gondolom fel kell írni, hogy melyik szín, melyik tantárgyhoz tartozik. Még van kettő füzet is, amik azért tetszenek nagyon, mert olyan a borításuk, amilyenbe amúgy becsomagolnál egy könyvet vagy egy füzetet, és így ezt a lépést ki lehet hagyni, mert egyből olyan a borítója. És az az érdekes, hogy se nem kockás, se nem csíkos alap, hanem így kettő az egyben. Itt közelebbről láthatjátok. Erre a módszerre nagyon kíváncsi vagyok, hogy így alapokat tantárgyanként berakod. Szóval én most biztos ezt fogom kipróbálni, mert a füzet az otthon is van, és minden tantárgyhoz egy külön füzetem van, viszont így még sosem jegyzeteltem, hogy külön ilyen mappába alapokat rakok. Szóval ezt már nagyon várom, hogy kipróbáljam. Itt vagyok már a suliban, most éppen körbevezettek, és óriási, nagyon modern kívülről. Innen láthatjátok. Na jó, most jött el a dél, már hallatszik is a csengő a háttérben, és megyünk evédelni a suli menzára. Szóval ezt már nagyon várom, és nagyon éhes is vagyok, mert itt nem szoktak 10 óra ízni, mint nálunk, hanem csak evédelnek. És tökre komplikált az órarend. Szóval ez az én órarendem, az osztályom az a Premier G4. Számomra a legnagyobb változás az otthonihoz képest, hogy nagyon sokáig ott vagyok a suliban, szóval több napon is 6-kor megyek haza, és szerdán pedig alig vannak szinte óráim, akkor meg egy ilyen pihenő nap van. Most kiülök ide erre a padra, tanulok egy pár új szót, és utána az első órám következik, amit nagyon várok már. Nagyon sietünk, mert mindjárt le fogjuk késni a buszt, és felöntöltem a teljesi cuccomat, hogy ne menjen azzal az idő, de itt ilyen kis eldugott utcákon kell menni, szóval örülök, hogy a fogadó testvérem velem jön, mert egyedül biztos nem találnám meg. Már itt vagyok a suliban, 6-kor mentem a busszal. Angolóra van éppen, szóval bejöttünk a könyvtárba, itt a háttérben láthatjátok. Valami feladat van, ezt megpróbáljuk megcsinálni. Végeztem az óráimmal, most megyek ebédelni. Nagyon éhes vagyok már. Kijöttünk most ide az udvarra, és leültünk ide, letáboroztunk, kicsit beszélgettünk. Beköszönnek itt a lányok. Szia! Jól megtanulták.
Már itthon vagyok, elmaradt az utolsó 2 órám, aminek nagyon örülök, viszont nem tudtunk egyből hazajönni, mert ez egy kisváros, ahol lakom, és ide nem járnak olyan gyakran a buszok, ezért beültünk egyet limonádézni, még én egy epreset ittam, nagyon jó volt. Még volt egy olyan incidensem is, hogy 10 perc után jöttem rá arra, hogy amúgy rossz osztályban vagyok, és rossz órára ültem be, aztán így nagyban megy az óra, és akkor így én jelentkezek, hogy amúgy azt hiszem, rossz helyen vagyok. Szóval az azért így vicces volt. Mert a tanár annyira nem nevetett, de én azért, de szerintem azért vicces volt. Ugye azt vettem észre, hogy általánosságban a magyar fiúk sokkal udvariasabbak. Szóval nagyon sok magyar fiú például figyel olyan dolgokra, hogy kinyitja neked az ajtót, előre enged, mit tudom én. Viszont a francia fiúk többsége, persze van olyan, aki nem, de a többsége azt csinálja, hogy kinyitja az ajtót, bemegy rajta, de úgy, hogy közben fellök. És akkor így a táskádat is magával viszi. Ezzel most még jobban értékelem a magyar fiúk udvariasságát, mert itt ennyire így nem figyelnek erre. Itt vagyok már a buszállomáson, mert már is végeztem a napommal. Most csak 2 töri órám volt és egy filozófia, és azon elő kellett adnunk egy prezentációt az egyik filozófusból, ami miatt egy kicsit izgultam, de szerencsére túl vagyok rajta. 10 perc múlva most már jön a buszom. A fogadó testvéreim csak pár óra múlva jönnek, szóval addig én kihasználom az időt, itt a laptopom előttem, és megszerkeztek egy videót. Ma én vagyok a soros a főzésben, és egy mozzarellás paradicsomos valamit fogunk készíteni. Még én se tudom pontosan, hogy mi fog kisülni belőle. Értitek kisülni? Reméljük, hogy finom lesz. A második fogás a kis, lennek hozzáink kis szalonnák, 5 tészta, krém, 3 tojás, sajt, és ezt ide fogjuk belerakni, és ez is majd megy a sütőbe. Most van 2 óra szünetem, szóval addig megpróbálok picit produktív lenni, és itt a laptopon videót fogok vágni. Még ezek egy almát, már megint éhes vagyok. Egyébként mióta itt vagyok, folyamatosan éhes vagyok, mert nem azért, mert nem kapok enni, viszont itt nem esznek annyit. És azért 1-kor ebítelek, meg 9-kor vacsorázok, és a között elég sok idő eltelik. Szóval nagyon éhes szoktam lenni, de fel vagyok készülve, és egy csomó ilyen nasit beszoktam pakolni a táskámba, hogyha szükség van rá, és általában szükség van. Majd nagyon szerencsés nap van, mert még 1 órám elmaradt, és ebben a kávézóban vagyok most, ahol ittam egy diabolót. Hello! Vele vagyok, és gyönyörű itt a kirátás, ezt nézzétek meg. Szóval most itt megiszük még a limonádét, aztán megyek haza a busszal. Már itthon vagyok, és hazaértem a limonádézásból. Ez egyébként annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy amikor megtudtuk, hogy elmarad az olasz, mindenki mondta, hogy megy haza busszal, és én, akik olaszra járnak, őket még nem ismerem, mert ez lett volna az első olasz órám. Szóval kicsit kellemetlenül éreztem magam, hogy ilyen random embereket megkérdezek, hogy van valakinek kedve eljönni velem limonádézni? De volt 2-3 lány, akik mondták, hogy oké, ráérek, szívesen elmegyek veled, és az egyikőjükkel olyan jól sikerült elbeszélgetnem franciául, hogy megbeszéltük, hogy még egyszer majd találkozunk. Szóval ez így tök nagy sikerülmény volt, és nagyon örülök neki. Stranded.
to face without a screen cutting through. Buckets of water, millions of clouds. Bioszról jövök, és nem gondoltam volna, hogy ennyire fogom élvezni. Viszont egy csomó kísérletet csináltunk, és ilyen tök gyönyörűek lettek a végeredmények, amiket így megnéztünk mikroszkóppal. Szóval nagyon tetszett, és már alig várom a következő órát. Ezt se gondoltam volna, hogy a bioszról mondani fogom. Kínai órán vagyunk, hát ez nekem szó szerint kínai. Leírtam így magamnak magyarul, hogy hogy kell kiejteni a dolgokat, mert azzal kezdtünk, hogy mutatkozunk be kínai. Hát gondolhatjátok, hogy én hogy tudtam bemutatkozni. Ő is egy cserediák, és ő segített nekem megírni, hogy hogy kell bemutatkozni. A három órás kínainak végre vége. Hát a végére már megfájdult a fejem, nagyon sok volt, de amúgy élveztem, csak nagyon-nagyon lefárasztott. Most pedig indulunk táncra. Végre hazértem, ez egy nagyon hosszú nap volt, 9 óra van már, most lett vége a táncnak. A táncra busszal mentünk, ami borzasztó volt, szóval az a buszozás, így nem tudom, ott így 5-6-an voltunk, nevetgéltek, meg így tök jól elbeszélgettek, de hogyha így egymás közt beszélgetnek, én nem értem, hogy mit mondanak, és így párszor megkérdeztem, hogy miről van szó, meg ilyenek, de az is már idegesítő, hogyha folyamatosan nekem kell magyarázni, hogy mi a téma. Szóval alig vártam már, hogy leszálljak arról a rohadt buszról. De hát nyilván ez benne van a pakliban, és azzal nyugtatom magam, hogy ez idővel azért jobb lesz, és egyre többet fogok megérteni abból, amit egymás közt beszélnek. Köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót, és remélem, hogy tetszett nektek. Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra, és lájkolni ezt a videót, és nagyon-nagyon gyönyörű hetet kívánok nektek. Sziasztok!